Dunaharaszti MTK, VS Dunakeszi találkozó várta a szurkolókat a bajnokság 19. fordulójában. A vendégek a 6. pozícióból várták a mérkőzést, és igen nehéz időszakot élnek át, hiszen az idei 3 találkozójukon egyaránt a tabella első harmadából jutott nekik ellenfél, és a megszerezhető 9 pontból mindössze egyet sikerült kasszírozni a Dunavarsány ellenében, míg kikaptak odahaza az Örkénytől és idegenben a Gödöllőtől is. És ha ez nem lenne elég, akkor a DMTK ellen sem várt sok jó a Dunakeszire, amely azért tört pár borsot csapatunk orra alá. Elég őszig visszatekerni az időkerekét, amikor szoros meccsen tudott nyerni Ugi Márk csapata 2-1-re, de az előző bajnokságban azon 4 gárda egyike volt a Dunakeszi, amely le tudta győzni a Harasztit. Ami a DMTK-t illeti, tartja jó formát a csapat, és csendben építgeti a győzelmi sorozatát, amely már 17 bajnoki óta tart. Mindez, mint pedig a 11 pontos előny a tabellán, tekintélyt parancsoló az ellenfelek számára. Ugi Márk a Csomád elleni kezdőhöz képest két helyen is változtatott. Kikerült Csizmadia és Szőke, helyettük Kovács Galavics, valamint Kanizsai lépett pályára. A kapuban ezúttal is Gyatyel, a mezőnyben pedig Pesti, Lancman, Vitányi, Bata, Gosztonyi, Tóth, Szabó és Szalai kaptak helyet. A mérkőzés játékvezetője Mákos Márk, segítői Kányási István és Fenyvesi Roland voltak. A 9. percben láthattuk az első helyzetet. Vitányi bedobása után Kanizsai kényelmesen átvehette a labdát, és a beadása Gosztonyit találta meg, a fejes azonban elkerülte a kaput. A 12. perc Pesti szerzett labdát a Dunakeszi 16-os előtt. Látta a hosszún érkező Szalait, aki nem jutott lövéshez, de legalább bent tudta tartani a labdát. Hátra passzolt egészen Tótnak. Szalai visszakapta, majd Bata. Megint egy ívelés a hosszú oldalra, és ezúttal Pesti fejelt a kapu fölé. Bő negyed óra után Tóth labdáját Lancman kezelte le szépen, majd kiosztott még egy kötényt, és egy ballábas lövés, óriási védés Kovács részéről. Az első vendég lehetőség 19. perc. Csordás előzött meg mindenkit a rövid oldalon, de szerencsére nem talált kaput. Kicsit ugrunk az időben, 39. perc, Kovács Galavics Pestivel a bal oldalon, megint Kovács Galavics, szép összjáték, Pesti a 16-os vonaláról tekert középre, és Danada mentett szögletre. A 40. perc, Szalai nyújtotta meg, Bata elől Wagner fejelte el a labdát, amit aztán Szabó gyűjtött be, és jó ütemben tálalt a lendületből érkező Vitányi elé, ő azonban lövés helyett okosan inkább középre gurított, Batának pedig nem volt nehéz dolga. Hatalmas könnyelműség a bajnokság legjobb góllövőjét így egyedül hagyni. Ezzel a Bata góllal vezetett félidőben 1-0-ra a DMTK. Ez már az 51. perc, az eddig is szervezetten és bátran focizó Dunakeszi próbált mielőbb kiegyenlíteni. Itt Erdélyi fedezte jól a labdát, majd lekészítette lövésre, Balogh pedig óriási bombával tornáztatta meg Gyatyelt. A 56. perc, újabb vendégtámadás, Horváth kapott jó labdát a bal szélen, az érkező Szalai lába mellett középre gurított, de Tóth kivágta a labdát. Két perccel később ismét Tóth, de most támadásban. Jól fordított a felfutó Kanizsaihoz, a fiatal játékos pedig nem bonyolította, inkább egy pontos labdával megtalálta Vitányit,
aki tőle szokatlan helyzetben fejjel próbálta bevenni a kaput, és a kapufa mentette meg a vendégeket a második kapott góltól. Újabb két perc elteltével Pesti ívelt a félpályához. Pata elől elfejelték, de Szabó visszaszerezte, és jól indította Vitányit. Óriási helyzet, Kovács védett. 68. perc vendégakció épült a jobb oldalon. Egy felívelés, Erdei kezelte le, majd Szalai sodort el a labdát, de így jó horvátnak, aki fordulásból próbált meg tüzelni, de megint csak Szalai lépett közbe. A kipattanó maradt a Dunakeszinél. Nemes hívett vissza a 16-oshoz, Pesti elől elfejelték a labdát, megint Erdélyi és megint a szokásos lekészítés. Cár lőtt fölé mellé, de a játékvezető szerint megpattant, így szöglet következhetett, amiből aztán nem alakult ki helyzet. Negyed óra volt hátra, amikor Gyatyel húzott le egy labdát, és indult a DMTK kontra. Szabó. Felpassz középre, Bata elengedte inkább Szőkének és beindult. Jött is az indítás. Kotillan nem merte bántani a csatárt, aki szorongatott helyzetben a kapus lábai között lőtte a Haraszti második, saját maga a 27. bajnoki találatát, és ezzel eldöntötte a 3 pont sorsát. A Dunakeszi azért nem adta fel, és megpróbált pontot menteni. A 77. percben Balog szép mozdulattal tette kapu mellé a labdát. A 81. percben ismét Balog, ezúttal szabadrúgásból próbálkozott, ám ez is mellé, de erre azért már Gyatyel is rámozdult. 85. perc az utolsó szalmaszálak egyike. De a hazai védelem remekül működött, és végül Erdélyi lövése elkerült egy Gyatyel kapuját. Maradt még Haraszti lehetőség is. Bata próbálta növelni a csapata előnyét, és nem is járt messze. Nagyszerű kivitelezés volt, de Kovács óriásit vetődve a kapufa segítségével hárított. A szögletet is Bata végezte el. Érkezett Szalai, és pontosan fejelt, csak messziről. Így az erő is kevés volt. Kivágták a védők. Szalai azonban visszaszerezte. Jó forgolódott a jobb szélen. Majd egy beadás ballal, Vitányi csúsztatott. Kovács pedig igen csúnyán mellé nyúlt, de Tóth erre nem számíthatott. De közben az asszisztens is lest jelzett. Szabadrúgás járt kifelé. Ez már a 90. perc. Erdélyi küzdött a labdáért. Megpróbálta átpréselni magát a hazai védelmen, de most sem járt sikerrel, kapusunk felszette a játékszert. A játékvezető pedig lefújta az összecsapást, amely megérdemelt DMTK győzelemmel ért véget. A Dunakeszi szokás szerint jól játszott csapatunk ellen, azonban ezen a napon Bata Csongorral és a szervezett hazai védelemmel nem tudtak mit kezdeni. A Dunaharaszti továbbra is 11 pont előnnyel és 59-es gólkülönbséggel vezeti a bajnokságot a Gödöllő és a Vecsés előtt.